Sziasztok, kedves Game Geek nézők! Én Laci vagyok, ez itt a majdnem kész heti adag háttér, és beszéljünk egy kicsit a virtuális valóságról. A virtuális valóság egy eszméletlen jó dolog, amit rengeteg mindenre lehet használni, úgyhogy kb. Végtelen lehetősége van, viszont rendelkezik pár olyan tulajdonsággal, amivel nem mindenki rendelkezik, hogy bárki csatlakozzon. Például elég drága a kipróbálása, tehát gondoljatok bele, hogy maga mondjuk egy Oculus Rift vagy egy HTC csomag mennyibe kerül, és ehhez még ugye kell egy elég profi gamergép, amivel ezt elhajtod. Jobb esetben tudom, hogy egy PS4 és egy PS4 VR-ra is már meg lehet oldani, vagy esetleg egy Samsung Gear VR, de még mindig elég magas pénzösszegekről beszélünk, és még mindig nem beszéltünk arról, hogy mennyi hely kell hozzá, hogy azt rendesen is tudjátok használni. Na most, ha ebbe belegondoltatok, akkor most ezt hagyom egy kicsit, hogy emészszétek, hogy vajon nektek otthon minden megfelelő dolog megvan arra a célra, hogy otthon akár VR-t próbáljátok ki. Ha meg nem, akkor viszont ajánlunk egy nagyon jó lehetőséget, ugyanis volt szerencsénk kipróbálni a 13. kerületbe a Bad Chicken VR-t, ami egy olyan lehetőség, amit nagyon egyszerűen mondjuk úgy tudnám definiálni, mint mondjuk egy net kávézó, csak nem számítógépekhez ülsz be, hanem gyakorlatilag beülsz egy VR setbe játszogatni. VR ugye a virtuális valóság. Nagyon sokfajta képet definiálják azt, hogy mi maga a virtuális valóság. A mesterségesen létrehozott valóság és az azt használó személy perceptuális élménye, perceptuális azt jelenti, amit észlel belőle, tehát hogy minél komolyabban csinálják ezt meg, annál többet észlelünk, és az ebből összerakott világ maga a virtuális valóság. De rengeteg fajta definíciója van, úgyhogy például néhányan azt hallják, hogy már a ókori keleten is voltak virtuális valóságok, ugyanis egy festő, amikor beleképzeli magát a tájba, amit lefest, azt nevezhetjük annak, hogy ő egy virtuális valóságot alkot meg. Mondom, hogy elég kacifántos ez a definíció, viszont egyetértek abban, hogy például a festi körkép azért tekinthető valamilyen szempontból virtuális valóságnak, mert már abban az időben a saját eszközeikkel megpróbálták minél szélesebb látószögbe belehelyezni a festmény használóját abba az élménybe. Kvázi valamilyen szempontból tekinthetjük ezt is annak. Mint mondtam, rengeteg dologra lehet használni a virtuális valóságot, nagyjából a legelején persze a hadipar kezdte el használni, a II. Világháborúban lévő repülőgép szimulátorokat tekinthetjük nagyjából az első digitális VR eszközöknek, ahol ugye megpróbálták minél jobban reprezentálni a pilótáknak, hogy mire készüljenek föl, akár egy harcban, akár maga csak a repülő irányításánál, talán ezek voltak az első tényleg virtuális kis kabinok. Persze manapság már rengeteget fejlődött a technológia, és gyakorlatilag egy óriási szemüveget magunkra veszünk, és belekehelyezhetjük magunkat egy gyönyörű világba. Ezek a szemüvegek különben a sztereoszkópia elvét használják, ami egy olyan hajlított lencse, ami a tér érzetét kelti nekünk. Ugye kvázi nem vagyunk térben, de a szemünket átveri az, hogy amit látunk, az átveri az agyunkat, úgyhogy kb. Bekapcsol a térérzékelésünk. A kiterjesztett virtuális valóságban az a jó, hogy nem csak azt élvezzük, mint hogyha belepottyannánk egy képernyő kímélőbe és végignézünk egy videót, amit kb. Térérzékelünk, hanem részt is veszünk benne. A szórakozás nagyon egyszerűen beillik ebbe a képbe, úgyhogy a virtuális valósága nagyon jól lehet szórakozni, például akár játékokat kipróbálva. A Bad Chicken VR-nál is pont ezt tettük, egy horror játékot próbáltuk ki. Az Arizona Sunshine nevű horror játékot próbáltuk ki, ami gyakorlatilag egy zombis túléldő lövő, de annak is a co-op része, mert a Bad Chicken VR-nál nem csak, hogy sima single játékokat próbáltuk ki, hanem rengeteg co-op és multi játékunk van, úgyhogy érdemes többen elmenni és együtt kipróbálni a VR élményt. Úgyhogy Krisztiánnal részt is vettünk egy ilyenen, ennek láthatjátok bizonyos részeit mögöttem, de adok majd teljes képeket is ebből, viszont itt megragadom az alkalmat. Olyan sokat játszottunk, hogy nagyjából olyan 1-1,5 órát legalább, és még egyszer ott voltunk tesztelni a technikát, meg mindent, úgyhogy ti már a második pályától láttok minket becsatlakozva, ami pont egy sötétebb pálya.
de aki nagyon szeretné, maga a gameplayből megcsinálok egy olyan montást, vagy olyan részekre szedem, hogy emészhető mennyiségű legyen, és ha azt megtaláljátok a csatornán, itt egy gomb, ha rákattintva, akkor majd mentek is a gameplayre, itt most a részleteket fogok mutatni. Hol vagy, nem látok. Fred, what did you do this time? You pissed someone off, huh? Frednek hívják. Na, ott van szerintem a kurblink a hátába. Ja, ez kell. Tessék, kapsz egy kis lőszert. Megyek. Oké, cseréljünk helyet. Well, thanks, Fred. Hol vagy? Ott vagy. God damn it, Fred. Did you have to bring your whole family? What the fuck, man? Just trying to chill, Az kemény, az egy... Jaj, Jézusom, ezt nézd! Jaj, a kezem! Úristen, Úristen! Jaj, visszajavítom, hát szerinted ezt még meggyújt a TV-hez fizeti? Na, jó, oké. Mi az? Úúúú! Nem mondod! What a beauty! Azért ez nagyon menő! Together. Úgy csinálod, hogy fogod ezt a mesterlövész fegyvert, és így rátámaszt azt a Uzival. Az elég laza. Jó, szedd le őket. Terjünk is vissza arra, hogy miért olyan jó, hogy mi most elmentünk VR-ozni, és én erről beszélek. Hát azért olyan jó, mert itt is sikerült egy olyan Game Geek szponzorációt megbeszélni, hogy amellett, hogy mi ingyen kipróbáltuk szerencsére ezt a helyet, és megmutathatjuk nektek, emellett kaptunk egy Game Geek kupont, úgyhogy a Game Geek kupont használva 20%-a olcsóban próbáltuk ki a VR élményt, amit nagyon, hogy is mondjam, nagyon tudok ajánlani, ugyanis én most először próbáltam ki úgy VR-t, hogy nem rendezvényen vagyok, leültem is egy ottani demót, vagy valamit kipróbáltam, mert ténylegesen játékot, és játszhattam vele emberileg meghatározható időmennyiséget, és nem 5-10 percet, és eszméletlen élmény volt ilyen sokáig egy virtuális valóság részének lenni, és ott benne tenni és venni, és ráadásul egy szép nagy szivacsos terembe voltam, tök jól mászkálhattam, legugolhattam, nem kellett csak azt a egy helybe ülve pötyögéssel teleportálni, hanem tényleg volt egy kis szabad terem, nagyon élveztem, és nagyon brutális volt biológiailag is, Oszival is mind a ketten így ültünk, hogy ilyen sokáig mi sose VR-oztunk, se együtt, se úgy külön-külön, és olyan élményekre lettünk, gyakorlatilag már hazafele már így úgy akartunk a füzethez, meg a BKV bérlethez nyúlni, hogy hol a gomb, meg minden, meg kezet fogni fura volt utána. Tehát konkrétan, miután elköszöntem a srácoktól a Bad Chicken VR-nál, így néztem, hogy hogy kéne most, de tényleg nagyon fura volt, és nem tudom, hogy lehet, hogy ez csak én első sok, meg ilyesmi, de akkor így nagyon-nagyon ráfüggünk, nagyon koncentrálva kaptunk az élményt, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, mert én megmondom őszintén, rengeteg gamer rendezvényen járok, van itthon gamer PC-m is, de sajnos odáig nem jutottam el, hogy helyem vagy éppen annyi pénzem legyen, hogy itthon is legyen VR-om, úgyhogy maradtak csak a rendezvényen való kipróbálások, ott meg viszont bevallom őszintén, hogy még pedig sok helyen volt rá lehetőségem, de ennyit még sose sikerült VR-oznom, úgyhogy simán megérte, hogy elmentünk oda. Remélem ez nektek is tetszett, vagy nektek is tetszik, és bejön ez a szolgáltatás, mert szerintem tök jó kereslet, kínálat. Akinek nincs helye, vagy nincs eszköz, az simán mehet kipróbálni a haverokkal, úgyhogy ezt ajánlom nektek is még egyszer. Nem is nagyon akarom tovább húzni a szót, a gameplayekben még jobban belenézhettek, hogy tényleg milyen élmény volt ebben játszani, de most ez a videó csak arra szolgált, hogy összeszedjük, amit kell, és hogy ne a gameplayekkel együtt 30 percből szedjétek ki azt a morzsázott lényeget, ami viszont nagyon fontos. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, mehetek vissza játszani, majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!